Az Eszterházy Károly Főiskola mindig élen járt az elektronikus tanulási környezet kialakításában, és most egy újabb nagy lépést tettünk ezen a területen. Hogyan összegezné az indulást, a fölvázolását? Igen, hát az elektronikus tanulási környezet kialakítása az egy hosszabb folyamat, és azt hiszem, hogy itt a mai nap egyik fontos lépéséhez értünk, illetve zártunk egy szakaszt, mégpedig a tartalmi megújulás. Nagyon sokszor leginkább hardverekbe gondolkodunk, számítógépekbe gondolkodunk az elektronikus tanulási környezetnél, de azért azt kell mondanom, hogy a fontosabb az ezeken folyó szoftver, illetve tananyag, ezek kínálata. És hát ez a pályázat ehhez járult hozzá, hogy ezt a kínálatot bővíteni tudjuk. Azt kell mondanom, hogy egy szaknál, az informatikus könyvtáros szaknál immár talán teljes ez a kínálat. A Bologna rendszerű képzés alapján az alapképzés és a mesterképzést teljesen lefedjük tananyagokkal, és hát bizony ezek a tananyagok most már lassan 100 felett vannak, hiszen ebben a kurzusban is több mint 50 tananyag készült el. Mindezt egy konzorciumon belül végeztük. Kik mivel járultak hozzá? Fontos volt a pályázatnál, hogy a magyarországi egyetemeken tanuló hallgatók, akik ezt a szakot végzik, azt nagy részt lefedjük. Ezért tehát konzorciumi partnerként azokat az intézményeket választottuk, ahol úgy érezzük, hogy igen, komoly szakmai munka folyik ezen a területen, másrészt egy komoly hallgatói létszám van ezeken az egyetemeken, főiskolákon. Nem fontossági sorrendben, de talán érdemes felsorolni. A Nyíregyházi Főiskola egy igen fontos feladatot látott el, hiszen a lektorálási feladatot, a kipróbálási feladatot végezte, és ez nyilván a végeredmény szempontjából rendkívül fontos volt. A Szegedi Tudományegyetem tanárai tananyagfejlesztésben vettek részt. A Szombathelyi Egyetemi Központ régen a jó képzőhelyekhez tartozik ebből a szempontból, és többször dolgoztunk már együtt, és most is nagyon fontos tananyagot fejlesztettek. És hát a Budapest Eötvös Loránd Tudományegyetem nyilván az első számú olyan egyetem, ahol igen komoly oktató és kutató munka folyik ezen a területen, így tehát konzorciumi partnerként őket sem hagyhatjuk ki. Egy nagyon szoros összefogás, és azt kell mondanom, hogy az EGRI partnert nagyon megbecsülve, szakmailag nagyon megbecsülték ezek az intézmények, és egy nagyon tartalmas együttműködésben dolgoztak, szinte azt kell mondanom, hogy problémamentesen, határidőket betartva végeztünk el azokat a feladatokat, amik a pályázat kiírása során indikátorként meg voltak határozva. Természetesen nem feledkezhetünk meg a hazai csapatról sem, hiszen egy rendkívül széleskörű szakmai csapat dolgozott ebben a projektben. Hogyan értékeli a munkájukat? Hogy sikerült összeállítani a csapatot? Hát elfogultság nélkül mondhatom, hogy az Eszterházy Károly Főiskola Média Informatikai Intézete immár ilyen fejlesztő munkába egy profi csapatnak mondható. Egyrészt létszámában is ez egy igen komoly erőforrás, mert maga az intézet az 50 főt meghaladó létszámmal rendelkezik, a másik pedig, hogy olyan szakmai, speciális tudásokkal, amelyekkel talán megkockáztatom, hogy hazai felsőoktatási intézmény ilyen integráltan nemigen rendelkezik. Így tehát mondhatnám, hogy könnyű volt a projektmenedzsment feladata, hiszen az intézet oktatói, dolgozói már úgymond rutinból dolgoznak, de azért azt kell mondanom, hogy minden egyes feladat nyilván egy újabb kihívást jelent, de azért azt is hozzáteszem, hogy
az intézetnek természetesen ez egy újabb tapasztalati portfóliót jelentett, tehát a későbbi pályázatoknál ezek a tapasztalatok már gazdagítani fogják a mi munkánkat, és segíteni fogják további pályázatok elérését. A projekt megvalósítása igen komoly tervező munkát igényelt. Hogyan építette fel magát a projektet? A projektet úgymond rendszerszerűen próbáltuk meg elkészíteni, minden projektet, hisz először szükség volt egy működtető rendszerre, ami alapján az elkészült dokumentumokat, amelyek nem csak monomédiálisak, hanem multimédiálisak voltak, ezeket kellett elkészíteni, hogy fel lehessen tölteni ide a tartalmakat, majd később ezeket lektorálni, mind média szempontból, mind pedig tartalmi szempontból. Utána került sor a részvevőknek a kiválasztására. Egy hatalmas csapattal dolgoztunk, hiszen a Nyíregyházi Főiskola, intézményen kívül a Nyíregyházi Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, az ELTE és a Szegedi Egyetem képviseltette magát a rendszerben, és itt a szerepköröket nagyon pontosan le kellett határolni, azért, hogy ne dolgozzon senki fölöslegesen, vagy esetleg kétszer. Megvolt a kijelölés, utána a szakmai felkészítésre került a sor. A szakmai felkészítés nagyjából abból állt, hogy minden egyes tanárnak, tananyagírói szerepbe bújva tudni kellett, hogy milyen didaktikai tagozódás szerint a felsőoktatás felnőttképzési formáknak megfelelően készítse el a tananyagnak a törzs részét egy Word dokumentumban. Miután ez elkészült, utána gondolkodhatott rajta, hogy milyen média elemeket használ az illusztrálása, hisz a média az tulajdonképpen illusztrálja, gazdagítja a tartalmat, ne csak monomediális legyen, hanem összetettebb, egy kicsit élvezetesebb a mai kor szellemének megfelelően, de közben a tudományosság fokát meghagyva. Mikor megszületett a szerepkörök tisztázása, utána át kell gondolni, hogy milyen szoftverrel készítjük el a tananyagot oly formában, hogy csereszabatos tananyagok legyenek, hogy ezek bármelyik rendszerbe felhasználók legyenek, és erre használtunk egy szabadon felhasználható szoftvert, ami segítségével úgynevezett SCORM kompatibilis tananyagot tudtunk elkészíteni. Ennek a segítségével elkészültek a tananyagok, a lektorok átnézték, bizony-bizony találtak benne elírásokat, javításokat, újra írandó területeket, és ezután került sor végül is arra, ahol a tananyagot véglegesítettük, és úgymond letanítottuk, átadtuk a diákjainknak. A diákok nem csak Egerben nézhették meg, hanem az ország számos felsőoktatási intézményében, és majdnem azt mondom, hogy mint egy Wikipédiát közösen javítgathatták, vagy legalábbis nem online-ban, de küldhettek megjegyzéseket arra, hogy ők hogy látnák ezt, vagy ha valami nyomda ördöge, vagy a monitor ördöge nevezzük úgy elírás volt, akkor ezeket tudtuk javítani akár közösen is. A végén pedig ugye a tananyag majd felkerül a Kempelen Farkas könyvtárba, ott egy nyitott formában lesz, örökké elérhető, még internetes a világ, és szabadon és ingyen elérhető az anyag. Tehát tulajdonképpen tudásmegosztás elvén működik, nyitott tananyag van, a falak nélküli oktatást megénekelve, csak úgy, mint annak idején megénekelt az egyik popzenekar a falakban. Most a projekt zárás alkalmával beszélgetünk. Mindez, amit terveztek, úgy valósult meg, az valósult meg, módosult menet közben a fölmerült tények ismeretében. Sikerült koherensen, szervesen, lineárisan elkészíteni a programot. A szakmai részét illetően kifogástalan együttműködés volt a társintézményekkel és az intézményen belül is a Licon Televízió és a Multimédia Laboratórium munkatársaival. Szakmailag körüljártuk a projektet, arról nem beszéltük még, hogy milyen igény hívta életre tulajdonképpen, és hogyan tudott ennek megfelelni. Az igény nálunk adott volt, hiszen a távoktatási tagozatunk már 10 éve működik a főiskolán, és hogyha szeretnénk a piacnak megfelelni, akkor igenis muszáj keresnünk az ilyen lehetőségeket, hogy folyamatosan megújítsuk a képzésünket. Ez a pályázat ezt a lehetőséget adta meg számunkra, és próbáltuk a pályázat keretei között az összes tananyagot, amit csak lehetett felfrissíteni, megújítani, és én úgy érzem, hogy ezt nagyjából sikerült is megtennünk. Melyik volt a legnehezebb lépés benne, hogy látja?
Talán a kezdetek, mint mindegyik tananyagnál, hogy megtalálni azokat az embereket, akiknek a kapacitásába is belefér, a tudásuk is megvan hozzá, és betervezni, mert azért ez egy rövid idő volt. Tehát ez a másfél évben a tananyag írási szakasz körülbelül egy fél évet fedett le, és ez volt a legkeményebb munka viszonylag rövid idő alatt. Úgyhogy én úgy gondolom, amikor túljutottunk azon, hogy elkészültek a nyers szöveganyagok, akkor onnantól már egy kicsit felélegezhettünk, de addig volt rizikó benne. A projektben az is benne van, hogy a diákok is és a tanárok is véleményezik. Milyen vélemények jöttek ki ebből? Én úgy érzem, hogy szerették a diákok. Kifejezetten hiányolták azoknál a szakirányos tárgyaknál, hogy itt miért nem találkoznak ezzel a lehetőséggel. Kaptunk tőlük visszajelzéseket is, egy-két elírást, egyebeket nagyon lelkesen mondtak el, illetve azokat az ötleteket is, hogy itt még nekik jó lenne valamilyen pluszt hozzátenni, és több kollega már meg is valósította ezeket az igényeket. Tudják-e részleteiben esetleg használni azok, akiknek részinformációkra van szüksége, vagy pedig csak zártan egy oktatási rendszerbe illeszkedve lehet használni? Mindenképp tudják. Jelenleg még csak az zárt rendszerünkben érhető el, de talán a napokba kerül teljesen nyilvánossá, és onnantól kezdve bárki, aki egy-egy rész témakörre, egy-egy lecke pár mondatára kíváncsi lesz, ő is szerezhet információt az anyagainkból. Tehát sikerült megvalósítani mindent, amit terveztek. Igen, én úgy érzem, elégedettek lehetünk.